Üdvözlünk! Mai adásunkban a Visegrád 4 ifjúsági világkupa futam záró etapjáról tudósítunk, majd beszámolunk az XCO Magyar Kupáról. Augusztus 26-a és 28-a között került sor a Visegrád 4 Juniors kerékpárversenyre, mely az első magyarországi ifjúsági világkupa futam volt. Az esemény fényét tovább emelte, hogy a koronavírus járvány korlátozásai miatt a 2020-as szezonban a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenynaptárában ez volt az egyetlen Nations Cup viadal. Az ifjúsági korosztály legjobbjai a három versenynap alatt 280 kilométert abszolváltak. A Visegrád 4 Juniors egy 95 kilométeres etappal kezdődött augusztus 26-án Vásárosnamény és Nyíregyháza között. Másnap két fél szakaszra került sor. Délelőtt Nyíregyháza belvárosában egy 4,5 kilométeres egyéni időfutam, míg délután egy Ibrány környéki 73,2 kilométeres mezőny szakasz várta a kerekeseket. A zárónapon pedig újra Vásárosnamény és Nyíregyháza között tekert a karaván, ezúttal 107,3 kilométert megtéve. Az utolsó etap éles rajtját követően a német válogatott kontrollálta a mezőnyt egészen az első gyorsasági részhajráig, ahol a sprinterük a zöld trikós Luca Dressler bizonyult a leggyorsabbnak az osztrák Stefan Marbl és az olasz Manuel Oyoli előtt. Miután kissé megnyugodtak a kedélyek, az osztrák Bernhard Lube lépett el, aki azonban bő 20 másodpercnél nagyobb előnyt nem tudott felépíteni, így rövidesen úton is érték. Az ő próbálkozását honfitársa Stefan Marbl és a svájci Dominik Weiss kettőse követte, ám ők sem jutottak sokkal messzebb. A nyíregyházi körpályára beérve az első áthaladás egyben a nap második részhajrája is volt, ahol a sárga trikós dán Tobias Lund Andersen bizonyult a leggyorsabbnak, Dressler és a szlovén Ziga Piszkule kettősét maga mögé utasítva. Két körrel a verseny vége előtt Árvai Kristóf indult el, a sprintre készülő olasz válogatott ellenben nem engedte el. A mezőnyhajrát a dán és az olasz csapat vezette fel, végül ezúttal is Tobias Lund Andersen volt a leggyorsabb, aki ezzel megszerezte a negyedik szakasz győzelmét két olasz Lorenzo Ursela és Armando Lettiero előtt. A legjobb magyar kerekes a 8. helyen célba érő Sánta Ármin lett. A viadal sztárja a dán Tobias Lund Andersen lett, aki az összes szakaszt megnyerte, és bár a német és az olasz nemzeti válogatott mindent megpróbált, nem tudták tőle elvenni az összetett győzelmet. A pontversenyben az a német Luca Dressler zárt az élen, aki a többek között Peter Sagant is a soraiban tudó Bora Hansgrohe World Tour csapatának utánpótlás sorában versenyez. A legjobb cseh kerekes Stefan Sziroki, a legjobb lengyel Julian Kott, a legjobb szlovák Timotej Piliarkin, míg a legjobb magyar kerékpáros tisztes helytállást követően Mészáros Bence lett. A csapatversenyben a dánok végeztek az első helyen. Nem gondoltam volna, hogy 4 szakaszt is sikerül nyernem, egy vagy két etap győzelemben bíztam, de ez minden álmom felülmúlta. A csapatom ezen a napon is remek munkát végzett, ma már az egész mezőny ellenünk dolgozott, folyamatosan támadtak minket, nem volt könnyű dolgunk. Örülünk, hogy ismét tökéletesen sikerült a sprintet felvezetnünk, így feltettük az íre a pontot. Meglepetés volt számomra, hogy rám kerülhetett a fehér trikó, de természetesen nagyon örülök neki. Hatalmas motivációt ad az elkövetkezendő versenyekre, a szlovák kupára, majd egy svájci versenyre. A szervezéssel egyébként nagyon elégedett voltam, a szállásunk is kitűnő volt, bár kicsit a verseny befutójától sokat kellett utazni odáig, de azért nem volt vészes. Nagyon kedveltem ezt a versenyt. Az volt a célom, hogy megtartsam a trikót, ez sikerült is, így nagyon boldog vagyok. Remélem, jövőre is lesz alkalmam itt versenyezni és hasonló sikereket elérni. A csapat az nagyon sokat segített, amikor tudtak. Ugye a 10-ben nem sikerült becsúszni, de körülbelül 15-ig lettem, amivel annyira nem vagyok elégedett, de ez volt életem első világkupája, első éves vagyok még, szóval nem olyan rossz, és a pálya se feküdt nekem annyira, mert nem vagyok sprinter. Szervezés az nagyon jó volt, felhajtás meg minden, utak is jól voltak biztosítva, szóval 10/10.
sikerült úgy kijelölni az útvonalat, sikerült úgy kijelölni az egész versenynek a folyamát, hogy egy körpályával megmutattuk ugye a célterületet a versenyzőknek a szerdai nap folyamán, hogy hol lesz majd a sprint, illetve a csütörtöki napon ugyanezen az útvonalon megcsináltuk az egyenkéntit. Ugye nem engedtük az időfutam kerékpárt, hanem mezőnykerékpárral kellett megcsinálni az egyenkéntit nekik, ezzel megint kihúztunk egy méregfogat, hogy ne legyen belőle probléma, illetve a mai nap folyamán ugyanezen a körpályán már ugye tudtunk csinálni sprintet. A versenyzők, a srácok megismerték a pályát, az útminőség az jó, hibátlan volt, volt egy-két olyan rész, ahol vigyázniuk kellett, de itt ebbe a régióba az útminőséggel gyakorlatilag semmi probléma nincs, úgyhogy alapjában én nagyon megkönnyebbültem most. Elég magas célokat tűztünk is magunknak, meg a srácok is önmaguknak, tehát én is, mint kapitány, és ők mert saját maguktól is sokat vártak. Igyekeztek is ezt megvalósítani, de nagyon erős mezőny volt, tehát a dánok és a németek valóban kimagaslattak ebből a mezőnyből, de a magyar fiatalok próbálták felvenni velük a, úgymond a versenyt, és szerintem nagyon jól helytálltak, sikerült is folyamatosan ott lenni ők versenyben. Próbálkoztak is különféle taktikákkal, tehát már kicsikét aktívabbak voltak, ugye nem csak a sprintre vártak, elől helyezkedtek, tehát sokat-sokat tanultak ez alatt a három nap alatt. Ez biztos, hogy hasznos tapasztalatgyűjtés volt nekik a következő szezonra. Ugye nem mondom azt, hogy következő versenyre, mert talán idén ez volt az első és utolsó ilyen szintű verseny sajnos. És ezért is ebből fakadóan ugye rutintalanabbak voltak a nagy nemzetekhez képest, mert ők azért csak kicsit-kicsit versenyeztek és többet tudtak versenyezni, meg rendeztek a dánok például a Norvég Ligában is részt vettek már, tehát volt kicsivel több versenykilométerük, de nem ez volt csak a döntő, valóban nagyon-nagyon erősek voltak, hát ugye láttuk, hogy az összes szakaszt egy versenyző nyerte. Igyekeztek, tényleg napról napra egyre jobban együtt tudtak dolgozni, az erő viszonyokkal és az erő az nem nagyon hiányzott, inkább az, hogy a rutintalanság még, de az jó úton vannak, hogy fejlődjenek, és a következő verseny biztos vagyok benne, hogy már sokkal jobban helyet fognak állni, de mondom, ez is nem jött össze a dobogó, de elégedettek lehetünk, mert valóban épségben megúszták, és azért top 10-es eredmény is az utolsó napon született. A legjobb magyar összetettben ugye Mészáros Bence, még nem tudom pontosan, hogy hanyadik lett, de a mai szakasz előtt 15. volt, ami szintén egy szolid eredmény. Lassan 100 éve nem bonyolítottunk rá ilyen szintű nemzetközi versenyt Magyarországon. Utoljára 1928-ban országúti világbajnokságot rendeztünk. Tehát azt lehet mondani, hogy ez minden idők legrangosabb nemzetközi kerékpáros versenye volt. És hát különleges jelentőséget az adott neki, hogy mivel a Nemzetközi Szövetség a versenynaptár összes többi ilyen kategóriájú eseményét törölte, ezért a nemzetközi mezőny csak itt tudta megmutatni, hogy mit tud az idén sehol máshol. Ezért az összes nemzet csapatának fontos volt, hogy ezen a versenyen a legjobb teljesítményét tudja mutatni. Abban bízunk, hogy ez a verseny, ami tökéletesen került lebonyolításra, ez megfelelő referencia lesz a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség irányába azért, hogy jövőre ismét ugyanilyen kategóriájú versenyt rendezhessünk. Országúti szakákban is, és más szakágokban is gondolkodunk ilyen szintű versenyeknek a megrendezésén, hiszen ahhoz, hogy a saját magyar versenyzőink minél több versenyzési lehetőséghez jussanak, az egyik út az, hogyha hazai földön, Magyarországon tudunk olyan versenyt rendezni, ahol nemzetközi mezőnyben mutathatják meg az oroszlán körmeiket. Nyilván a másik megoldás az az, hogy külföldre kell utazni és külföldi versenyeken kell részt venni. Magyar csapattól egy picit, ahogy korábban is mondtam, jobb teljesítményt vártunk, ettől függetlenül én azt gondolom a tisztes helytállás sikerült nekik, azért ilyen mezőnyben a 10.-20. hely környékén végezni az nagy megtiszteltetés és óriási teljesítmény. A bizalom megvolt, én azt gondolom, hogy a fejlődési irány az egyértelműen adott számukra, a tehetségüket viszont bizonyították, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ezt ilyen jól sikerült nekik. Ettől függetlenül azért egy magyar sikerben titkon reménykedtünk. Szervezési oldalról azt gondolom elégedettek lehetünk, nyilván azokat a tapasztalatokat majd nekünk vissza kell építeni a versenybe, ami az első rendezésből adódóan.
megtörtént. Itt elsősorban logisztikai alapvető dolgokat kell majd változtatni, ami könnyebbé teszi az életünket a jövőben. Ezt 21-ben is szeretnénk folytatni. A dátum megvan, a Nemzetközi Szövetség ez megkapta, a regisztrációs folyamat elindult, reméljük, hogy szeptember hónap folyamán jóvá is hagyják, és akkor egy világkupa versennyel ugyanide visszatérünk, ugyanide augusztus végi időponttal, illetve június elején ugyanebben a körzetben Nyíregyházán a Városi Sportcsarnok a Continental Arenában szeretnénk egy teremkerékpáros Európa-bajnokságot is szervezni. Tehát világeseményben nem lesz ilyen jövőre sem. Most jön a Bringa Sport magazinban. Véget ért az idei XCO Magyar Kupa. A komoly nehézségekkel induló tavasz után nagy örömére a versenyzőknek elstartolhatott az XCO Magyar Kupa futam sorozat, ami július 4-én indult a Csömör Kupával, amit július 19-én az ebike.hu XCO Magyar Kupa futam, augusztus 9-én a 3. Kanizsa Kupa, augusztus 16-án a Restart XCO országos bajnokság, míg zárásként a 18. Mountain Bike Pilis Kupa követett. A lányoknál az U9-es korosztályban Storc Nagy Réka lett a kupa győztes, U11-ben Kárpáti Míra győzedelmeskedett, az U13-as korcsoportban Kis Nikoletta Bettina sikere viszont csak az utolsó fordulóban vált biztossá. A 15 éven aluli korosztályban Bruckner Regina volt a legerősebb, az U17-es mezőnyben Greman Szonya végzett az élen. U19-ben pedig Bokros Csenge Anna számára két győzelem is elegendőnek bizonyult a végső elsőséghez. A fiúknál U9-ben Horváth Leó diadalmaskodott, U11-ben Szilasi Dániel éppen a török bálinti versenyen aratott sikerével szerezte meg az összetettbeli győzelmet, miközben U13-ban Gábor Milán már az első két viadal megnyerésével bebiztosította elsőségét. A 15 éven aluliaknál Takács Zsombor igaz csak három fordulón állt rajthoz, de mindhármat megnyerte. U17-ben Takács Valent már 4-ből 4 első helyjel nem hagyott kérdést maga után, míg az U19-es rangsorban Gerej Attila közel 400 pont előnnyel zárt az élen. Az elitnői kategóriában Buzsáki Virág a kupa győztes, a második Schmidtel Regina, a harmadik pedig Vaskata Blanka lett. A férfiaknál Palombi Zsombor nyerte a Magyar Kupát, Parti András és Szatmári András előtt. A versenyek egy része már korábban ismert pályákon zajlott, a két török bálinti versenypálya egyes elemei és az országos bajnokság időjárási körülményei azonban több versenyzőt is komoly kihívások elé állítottak. Ám a versenyek jó hangulatban és komolyabb sérülések nélkül zajlottak le, ami bizonyítja a versenyzők felkészültségét, annak ellenére, hogy többségük a szokásos edzésmennyiség töredékét tudta elvégezni, nem beszélve a külföldi versenyek és a nagyobb mezőnyök nélkül a versenyrutin hiányáról. Az idei szezonban az XC szakági tanács döntése alapján a Magyar Kerékpáros Szövetség az összes magyar kupa futamon, valamint az országos bajnokságon is átvállalta az utánpótlás kategóriák nevezési díját, ezzel segítve a klubokat és így lehetőséget adva minden fiatalnak a megmérettetéseken való részvételre. A versenyeken így a nehézségek ellenére sem csökkent az utánpótlás korúak részvétele, ami bizakodásra ad okot a szakák fejlődését illetően. Végül lássuk, milyen programok várhatóak a következő hetekben. A műsor támogatója a Szerencsejáték ZRT.